Bár az ukulele jellegzetesen hawaii hangszerként ismert, gyökerei Európába vezetnek vissza. A cavaquinho a landfélék családjába tartozó négy húros portugál hangszer, ránézésre olyan, mint egy kicsi gitár. Rengeteg változata volt különböző hangolásokkal, a 19. századi bél, majd később fémhúrokkal. Kis mérete és könnyű hordozhatósága miatt az egész világon elterjedt valamilyen néven és formában, új műfajokat kialakítva. A különböző elnevezések gyakran keverednek, de gyakorlatilag egy hangszercsaládnak a különböző változatairól van szó. Az ukulele közvetlen elődjeként emlegetett változata a Machete de Braga, vagy más néven Braguinha. Az elnevezés a hangszer vékony testére utal, és arra, hogy Braga városából származik, ami Portugália északi részén található. A macsetéknek általában négy vagy öt húrja volt, az öt húros változat neve Machete de Rajão. Előfordult olyan változat is, amit dupla húrokkal használtak. Legrégebbi rokona a reneszánsz négy kórusos gitár, aminek a legkorábbi bizonyított hangolása megegyezik a mai ukulelék hangolásával, vagyis G-C-E-A. Először egy 1448-ból származó heidelbergi haláltánc ábrázoláson találkozhatunk vele. Rengeteg darab maradt fent az 1500-as évekből tabulatúra formájában, ezeket a mai mégés hangolású ukuleléken tökéletesen el lehet játszani. Machetét az 1700-as évektől használják Portugáliában. A 19. században nagyon népszerű volt. Sok forrás maradt fent róla, többek között korabeli úti kalauzok. Ezekben azt írták le, hogy hol lehet beszerezni a hangszereket és a rávaló húrokat. Óriási repertoárja volt, a tradicionális zenéken kívül rengeteg átirat keletkezett a hangszerre. Többek között báli tánczenék, német operáriák, brit elsősorban skót dalok, amerikai zene és fádó. Kiadványok jelentek meg, amikből autodidakta módon lehetett tanulni. A cukornád ültetvények Hawaii gazdaságában nagyon nagy szerepet töltöttek be, és szükség volt munkaerőre. A portugál Jacinto Pereira és a német dr. Hildebrand tanácsára Madeiráról és az Azori-szigetekről hoztak bevándorlókat, hiszen azt tartották, hogy az ottani emberek becsületes, dolgos, józan életű emberek. Ez a gyakorlatban is bebizonyosodott, ráadásul a madeiraiaknak is nagyon jó lehetőség volt, hiszen elsősorban bortermelésből tartották fenn magukat, és egy betegség elpusztította a madeirai szőlők jelentős részét, így a megélhetésük veszélybe került. Azonban anyagilag nem érte meg ilyen messziről szállítani a munkaerőt, ezért 1913-ban megszűntek ezek az utak. A portugál bevándorlók vitték magukkal a hangszereiket is az új hazájukba. 1879. augusztusában érkezett Honolulu kikötőjébe egy Ravenskrag nevű hajó, ami Madeiráról indult. Az egyik utas azután, hogy megérkezett a négy hónapig tartó viszonttagságos utazás után, leszállt a hajóról, és elkezdett hálából énekelni egy dalt Braguinha kísérettel. A helyiek a gyors akkordváltások látványa miatt elnevezték a hangszert ukulelének, ami hawaii nyelven ugrálóból hát jelent. Egy másik elképzelés szerint úgy is le lehet fordítani a hangszer nevét, hogy ajándék, ami ide érkezett. Hawaii királynőjének, Lilio Okalaninak is ez az elképzelés tetszett jobban. A Ravenskrag hajó fedélzetén érkeztek Augusto Gilles, Manuel Núñez és José do Espírito Santo hangszerkészítők, akik miután ledolgozták a hajó útjuk árát a cukornád ültetvényeken, elkezdtek hangszereket készíteni. Az ő kezük alatt alakult ki az ukulele mai formája és hangolása, amit a könnyű játszhatóság érdekében hoztak létre. A hangszereket koafából készítették, ez egy olyan fa, ami csak a Hawaii szigeteken nő. Az ukulelét a Machete de Rajão négy felső húrjának mintájára hangolták. A következő videón Manuel Núñezt láthatjuk egy 1917-es felvételen, amit a Ford Motor Company készített.
a little music, make a little dancing, hand in hand. Make a little kissing, make a little hugging, ain't love grand? Oh, who can wicky-wacky-woo, who can you, can I, can do, under the ukulele tree? I love the ukulele, I love the ukulele. A hawaii zenei élet kiemelkedő alakja volt Ernest Kahai, akit az ukulele atyának is neveznek. Virtuóz hangszeres és elismert tanár is volt egyben. Ő írta az első ukulele iskolát 1906-ban, és az ukulele játékot magas szintre fejlesztette. A hangszer annak is köszönhette a népszerűségét, hogy a királyi család támogatta azt. A király, David Kalakaua, annyira szerette az ukulelét, hogy bevezette a tradicionális hawaii zenébe és táncba. Nővérével, Lili Uokalanival, aki később királynő lett, dalíró versenyeket tartottak, hogy repertoár szülessen az ukulelére. Ennek köszönhetően az ukulele teljesen egybefonódott a hawaii kultúrával. Érdekesség, hogy maga a királynő írta a szerelmesek búcsúzkodásáról szóló Aloha Oe című dalt, ami talán a legismertebb hawaii dallam. Az 1900-as évek elején egyre több amerikai turistát vonzott Hawaii különleges éghajlata, hagyományai és kultúrája. Az 1915-ben a Panama csatorna megépítése alkalmából rendezett panamai csendes-óceáni világkiállításon a Hawaii pavilon volt az egyik legnépszerűbb, ahol hulatáncosok és zenészek is voltak. Vaudeville-nek nevezett showműsorok formájába a kontinensre is eljutott a hawaii tánc és zene, ezzel együtt az ukulele is. A Tinpenelli dalszerzőknek is annyira megtetszett az ukulele egzotikussága, hogy hamarosan a kontinensen is elkezdték gyártani a hangszereket. A Vaudeville a televízió megjelenése előtt az amerikaiak kedvelt szórakozása volt az 1800-as évek végétől az 1930-as évekig. Az előadások különböző műfajú rövid önálló számokból álltak. Voltak köztük cirkuszi produkciók, komikus jelenetek, zenés-táncos előadások és állati domárok is. A burlesque-től eltérően itt nem voltak illetlen vagy trágár dolgok, ezért az egész család számára szórakozást nyújtott. A virtuóz és humoros ukulelések, mint Ukulele Ike, George Formby és Roy Smack is így kezdték a karrierjüket, mielőtt a filmvásznon megjelentek. A tévé és a különféle zenelejátszók megjelenése előtt a zene egy közösségi tevékenység volt, amit a családok gyakran együtt műveltek az otthonukban. A 19. században a középosztály körében a zongora a háztartások alapkelléke volt, és a legtöbben zenei oktatásban részesültek. Nagyon sokan tudtak kottát olvasni, hiszen a koncerteken kívül ez volt az egyetlen módja, hogy zenéhez jussanak. Amikor az 1800-as évek közepén a gyertyák helyét kezdték átvenni a gázlámpák, hirtelen megugrott az igény a kottákra és a dalos könyvekre. Ez felvirágoztatta a zenemű kiadást. A századforduló előtt többnyire klasszikus és operett kottákat adtak ki, de ez megváltozott a gramofon megjelenésekor. Innentől kezdve beszélhetünk popkultúráról, egy olyan kultúráról, amit az eladások és a marketing vezérelt. A gramofonnak köszönhetően nem kellett elmenni egy koncertre ahhoz, hogy zenét hallgathassanak az emberek, ráadásul
mindenki az otthonában ugyanazt a változatot hallhatta egy-egy előadásból. A zeneipar ennek köszönhetően nagyon megváltozott, és nagy versenyhelyzet alakult ki. A zeneműkiadók elsősorban azokat a dalokat adták ki, amik lemezeken is nagy sikereket arattak. A zeneszerzés, mint iparág a csúcson volt, amit a Timpanellihez köthetünk. Ez eredetileg egy városrész neve volt New Yorkban, Manhattanben, a 28. utca és az 5. sugárút környékén. 1885-től ez volt a székhelye a zeneműkiadóknak és a dalszerzőknek, de később a hely egy metaforává, fogalommá vált. A fonográf, a rádió és a tévé megjelenése előtt ez a hely volt a popzene működésének alapja, egészen az 1930-as évekig, amikor a nagy gazdasági világválság visszavetette az iparágat. Az 1950-es évekre pedig a rock'n'roll zene átvette a vezető szerepet a régebbi műfajoktól. A későbbi koroktól eltérően, amikor az volt a jellemző, hogy a zenekarok saját maguknak írták a dalaikat, a jazz korszakban a zenészek a Timpanelli dalszerzőktől rendelték a szerzeményeket. A zeneműkiadók már lemezen is elérhetővé tették a dalokat. A kották borítói egyre kidolgozottabbak lettek, szerepelt rajtuk a híres előadó vagy zeneszerző fényképe, színes rajzokkal díszítették őket, némelyik már műalkotásnak számított. Az elektromosság megjelenése ismét óriási változást hozott a kultúrában. Az 1910-es és 20-as években megjelentek az első elektromos készülékek, a konnektor, és egyre több helyre vezették be az áramot. Ez volt az alapja annak, hogy az első világháború után megjelenhetett a rádió. A gramofonhoz képest itt azonnal eljuthatott az információ az ország bármely pontjára. Egy koncertet akármelyik városban meg tudtak hallgatni az emberek. A rádiózás terjedésével megszűntek a távolságok a különböző nemzetek és kultúrák között. Új piacok nyíltak a lemezkiadók és a zeneműkiadók számára. Ez a helyzet kedvező volt az ukulele elterjedése szempontjából. A hangszer 1915-ben jelent meg a kontinensen, és az első világháború után nagyon népszerűvé vált. Ezt annak köszönhette, hogy kicsi volt, könnyen hordozható, viszonylag könnyen meg lehetett tanulni rajta játszani, és nem utolsó sorban nagyon olcsón hozzá lehetett jutni. Érdekesség, hogy a korabeli baseball sztárok közül sokan elkezdtek rajta játszani, ez is lendített a népszerűségén. A két világháború között ukulelék millióit adták el az Egyesült Államokban. Erre hamar reagáltak a zeneműkiadók. Az 1920-as évekre az addig szokásos zongora kíséret mellett szinte minden kottában megjelentek az ukulele akkordok. Így széles tömegekhez juthatott el a zenélés öröme, könnyedén kísérhették magukat a saját hangszerükkel. Ez még több ember kedvét hozta meg, hogy ukulelét vásároljon. Ebben az időszakban jelentek meg a mai értelemben vett popsztárok és rajongói körük. Az első fanklubok is ekkortájt alakultak meg. A 30-as években a rádió volt az első számú médium, de a filmek is egyre népszerűbbé váltak. A hangos filmek megjelenésével egyre nagyobb szerepet kapott a zene is a filmvásznon. A korábbi rádiósztárok musicalekben és zenés számokban jelentek meg. A filmzenék kottái nagyon keresettek voltak a rajongók körében. A borítókon a kedvenceik képeivel találkozhattak, a dalok között pedig az életrajzokat is olvashatták. Megjelentek a dalos magazinok, ahol a kottát olvasni nem tudók számára a dalok szövegeit jelentették meg. A rádiós szerepléseikért nem fizettek az előadóknak, ezért bevételük elsősorban a kotta kiadásokon múlott. Ennek köszönhetően nagy példányszámban nyomtatták a kottákat. A mai napig sok eredeti példány fellelhető ebből az időszakból. A szerzők is nagy iramban írták a dalaikat egymással versengve. Sok dal témája volt maga az ukulele, vagy éppen Hawaii. A két világháború közti időszak híres ukulelései vaudeville előadóként kezdték a pályafutásukat, majd később a rádióban, lemezeken és a filmvásznon is megjelentek. Cliff Edwards ukulele Ike néven vált ismerté, sok korabeli sláger jelent meg az ő átiratában. Az 1929-es Singing in the Rain felvétele nagyon sikeres volt, és több Disney karakter hangját is ő kölcsönözte.
Frank Kermit és a felesége Julia Sanderson énekesnő közös rádió műsorukban idilli párként jelentek meg, és a közönség is nagyon szerette őket. I like to bet a juicy huckleberry. What you're after is a girl. Wendell Hallról nevezte el a Ludwig cég az egyik banjo lene modelljét. Royce Mack az ukulelén kívül banjón, gitáron és lapsteel gitáron is játszott. The Wizard of the Strings, vagyis a húrok varázslója néven lépett fel látványos virtuóz műsorával. Egy remek ukuleleiskolát is írt, amiben sokféle technikát bemutat. May Singy Breen ukulele lady néven vált ismerté. Több zenemű kiadónak is bedolgozott, és az oktató anyagai nagyon népszerűek voltak. Ezek korabeli hangfelvételeken is megjelentek. Play with me and I will call the name of the chord as we make the change. Ready? Begin. G, B7, G, and back to G. Johnny Marwin felvételei is rendkívül népszerűek voltak a 20-as évek Amerikájában. In spite of all that you've done, a vaudeville megfelelője Angliában a Music Hall volt. Innen indult a walesi bevándorló hátterű Tessiosi karrierje is 6 éves korában. Színésznőként, énekesként és komikusként is dolgozott, a műsoraiban banjo lelejátékával is szórakoztatta a közönséget. George Formby volt az Egyesült Királyság legjobban fizetett előadója, az 1930-as és 40-es években készült filmjei az egész világon ismertek voltak. Ő is banjo lelén játszott, virtuóz akkordikus stílusát a mai napig sokan csodálják. A II. Világháború után lefelé ívelt a karrierje. Az utolsó tévés fellépése 1960-ban volt, 1961-ben 56 évesen meghalt. Discipline you can't defeat. Obeying orders, we would go through water or fire. A 30-es években az elektromos erősítés és az elektromos gitár megjelenése miatt az ukulele háttérbe szorult. 1936-ra a kották nagy részében az ukulelét felváltotta a gitár. A nagy gazdasági világválság megviselte az ukulele készítőket. Egyre kevesebb hangszer került ki a kezei közül, és a boltok is bezártak. A Hawaii iránti nagy lelkesedés alább hagyott. Az új generációnak már másfelé fordult az érdeklődése. Elkezdődött a swing korszak, ahol a zenekarokban már nem volt helye az ukulelének. Megjelentek a big bandek, a sűrűbb, súlyosabb hangszerelések kerültek előtérbe. A régi előadók megöregedtek, és olyan sztárok bukkantak fel, mint Glenn Miller vagy Django Reinhardt. A 40-es és 50-es években még volt egy felívelése az ukulelének, és az 1960-as évekig még kotta kiadványokkal is találkozhatunk, de ezek már sokkal egyszerűbbek voltak, mint a korábbi évek művészi igényű darabjai. Az ukulele népszerűsége az 1950-es években nagyon visszaesett a rock'n'roll zenekarok megjelenésével, és a szerepét a gitár vette át. Napjainkban a hangszer a reneszánszát éli. Nem csak a 20-as évek iránt érzett, a popkultúrában is jelenlévő nosztalgia miatt, de a fiatalabb generáció is a magáénak érzi. Az ukulele nem vesztette el a varázsát, a spontaneitás, a személyes hangvétel, a bensőséges hangzás ma is kedvelté teszi. A legújabb dalokat szinte azonnal hallhatjuk valamilyen ukulele feldolgozásban. Az Egyesült Államokban 2013-ban 54%-kal nőtt az ukulele eladás az előző időszakhoz képest. Ez azóta is folyamatosan növekszik. A YouTube-on nagyon népszerűvé vált a hangszer, rengeteg amatőr és profi zenész kezében hallhatjuk. A világon egyre több helyen szerveznek ukulele klubokat és ukulele fesztiválokat.
Ehhez hozzájárult az, hogy sok ismert ember, például színészek és politikusok kezében is megfordult, illetve nagyon sok zenész újból a különleges hangzású kicsi hangszer felé fordult. Nagy szerepe volt ebben George Harrisonnak, aki nem csak használta, hanem népszerűsítette is az ukulelét. Például Tom Pettynek is adott 4 darabot. Egyszer átment hozzá, és egy nap alatt megtanította játszani. Jim Beloff ukulelés dalos könyvének előszavában azt írta, hogy mindenkinek kéne vennie egy ukulelét, és megtanulni játszani rajta, mert egy nagyon kicsi és könnyen hordozható hangszer, és nem lehet rajta úgy játszani, hogy ne nevetnénk. Nagyon édes és nagyon öreg. Tevékenysége sikeresnek bizonyult, egyre több előadó kezében láthatjuk az ukulelét. A kanadai James Hill a Langley Ukulele Ensemble tagja volt 10 évig. Ő azon kevesek közé tartozik, akik formális ukulele oktatásban részesültek. Ezt annak köszönheti, hogy az 1970-es években Kanadában elindult egy olyan program, amelynek keretében az iskolákban ukulelét oktattak. A The Ukulele Orchestra of Great Britain 1985-ben alakult. Különböző méretű és hangolású ukuleléken játszanak, a tagok énekelnek és mindenféle stílusban játszanak a popzenek különböző válfajaitól kezdve a klasszikus dallamokig. Előadásaikra jellemző a humorosság. Az ukulele visszatérésében az is nagy szerepet játszott, hogy a 80-as és 90-es években a hawaii fiatalok figyelme a populáris trendek felől ismét a tradicionális zenék felé fordult. Ezt a maguk módján ötvözték a mainstream popzenével. Politikailag tudatos szövegeikkel felhívták a figyelmet a hawaii őslakosok elnyomására. Israel Kamakawiwo le volt a leghíresebb képviselője ennek a generációnak. Az Over the Rainbow, What a Wonderful World című feldolgozása világhírűvé vált, filmekben és reklámokban tűnt fel, és a Facing Future című lemeze platina lemez lett. A következő generáció kiemelkedő hawaii művésze a japán származású Jake Shimabukuro. Ő annak köszönheti a népszerűségét, hogy a 2006-os George Harrison Wild Guitar Gently Weeps című dalából készített sajátos stílusú, energikus, virtuóz feldolgozása virálissá vált a YouTube-on. Sokakat inspirált játékával és világszerte népszerűvé tette a Japánban nagy múlttal rendelkező fingerstyle játékot. Felfedezhető a hatása olyan fiatal előadókon, mint Taimane Gardner, aki tanítványa is volt, vagy például Honoka és Azita duója. Az ukulele Japánban is nagyon népszerű napjainkban, ráadásul sokan játszanak rajta magas szinten. Azon kívül, hogy a japán kultúrában nagy szerepet játszanak a hobbik, ennek történelmi okai is vannak. Az ukulele története Japánban az 1800-as évek végére nyúlik vissza, amikor sok bevándorló ment a hawaii cukorültetvényekre dolgozni. Az ott dolgozók gyerekei közül sokan visszatértek hazájukba befejezni a tanulmányaikat, és vitték magukkal az ukulelét is. Eleinte csak hawaii zenét játszottak rajta, de később megjelent a jazz is. Ez elsősorban Herb Ochtának köszönhető, aki 1953 és 1963 között az amerikai haditengerészetnél szolgált fordítóként, főleg Koreában és Japánban. A jazz hatása a mai napig nagyon erős a japán ukulelések közt. Ezt hallhatjuk a klasszikus gitáros végzettségű Kiyoshi Kobayashi játékában, és láthatjuk a Kotta kiadványaiban is. Sok standardet dolgozott fel fingerstyle ukulelére. A következő generációra nagy hatással volt Jake Shimabukuro, ezt felfedezhetjük Ryo Natoyama és a nála is jóval fiatalabb Ryo Saito játékában is. Az ukulele egy kordofon, azaz húros hangszer, ez azt jelenti, hogy a hangforrása a rezgő húr.
Ezt a hangszerteste erősíti fel. Az ukulelének több típusa van méret és hangolás szerint. Az eredeti méret a szoprán, ennél egy kicsivel nagyobb a koncert, és még egy kicsivel nagyobb a tenor. Az utóbbi kettőt az 1920-as években fejlesztették ki, azért, hogy a zenészek egy kicsit nagyobb hangerőt és teltebb hangzást kapjanak. A szoprán, a koncert és a tenor ukulelék hangolása egyaránt G, C, E, A. Ebben az egészben az az érdekes, hogy általában a húros hangszereken, ahogy haladunk fentről lefelé, egyre magasabb hangokat kapunk, de az ukulelénél ez nem így van, ugyanis a legfelső húr az egy oktávval magasabban van, mint ahol lennie kellene, ettől kapja ezt az érdekes hangzását. A bariton ukulele még nagyobb, mint az előző három, ez az 1940-es években alakult ki, és a hangolása megegyezik a gitár felső négy húrjával. Vagyis D, G, H és E. A basszus ukulele egészen új találmány, a 2010-es években jelent meg. A hangolása megegyezik a basszus gitáréval. Vagyis E, A, D és G. A banjo lele az 1920-as és 30-as években nagyon népszerű volt. Olyan előadók játszottak rajta, mint George Formby, Wendell Hall vagy Royce Mack. Később George Harrison kezében is megfordult, illetve a Queen gitárosánál Brian May-nél is hallhattuk egy-egy felvételen. A banjo lele a banjo testét és hangzását ötvözi az ukulele nyakával és hangolásával. Eredetileg borjúbőrt veszítettek ki rajta, de mostanában már inkább szintetikus anyagot használnak. A húrláb mozgatható, és a húrok feszültsége tartja a helyén. A hangolása ugyanaz, mint a szoprán, a koncert és a tenor ukulelének, vagyis G, C, E, A. Hagyományosan úgy tartjuk az ukulelét, hogy a jobb alkarunkkal a testünkhöz szorítjuk, és a bal kezünkkel megtámasztjuk egy picit a nyakát. Én jobban kedvelem azt a megoldást, hogy egy hevederrel magamra akasztom, így a kezeim sokkal szabadabban tudnak mozogni. A hagyományos játéktechnika úgy néz ki, hogy a mutatójunkkal pengetjük fel-le az akkordokat. De megtehetjük ezt a hüvelykujjunkkal is. Általában a dallamokat is hüvelykujjal szokták játszani, de használhatunk olyan technikát is, ami a gitáron is nagyon jól működik, hogy a többi ujjunkat is használjuk, ezt nevezzük fingerstyle játéknak. Ellenére, hogy egy kicsi, négy húros hangszerről van szó, meglepően sok mindenre alkalmas. Játszhatunk vele akkordokat, amivel kísérhetünk egy énekest, vagy akár egy másik hangszerest. Játszhatunk például dallamokat, beötvözhetjük is a kettőt, így saját magunkat kísérhetjük.
szoprán és koncertukuleléket elsősorban timpanelli, ragtime, vaudeville és tradicionális hawaii műfajokban szokták használni. A tenorukulelékre az a jellemző, hogy klasszikus és fingerstyle stílusban használják, mert a nagyobb mérete miatt könnyebben lehet rajta összetettebb dolgokat játszani. Ezen kívül napjainkban Hawaiian is nagyon népszerűvé vált, és míg korábban inkább a szoprán méretet részesítették előnyben, most már a legtöbben tenor méretű ukulelét használnak Hawaiian is. A bariton ukulelét elsősorban a jazz és a blues műfajában hallhatjuk, míg a banjo lelét elsősorban tradicionális folk, bluegrass és clawhammer stílusokban. Ez természetesen általánosítás, igazából nincsenek műfaji határok. A megfelelő hangszereléssel tulajdonképpen bárhová beilleszthetjük az ukulelét. The days are long, twilight sings a song of the happiness that used to be. Soon my eyes will close, soon I find repose, but in my dreams you're always near to me. My dream, oh, you in my dream. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charm. Lips that once were mine.